Konstantin Simonov Nappalok és éjszakák Regény A pöröly üt, hull az üvegszilánk, de az acél kemény lesz és szilárd. Puskin Első fejezet A holtvárat asszony hátát a viskóvályok falának vetve ült a földön, s a kimerültségtől halk hangon beszélte, hogyan éget lesz Stalingrád. Száraz volt a talaj, és minden mindenfelé. A szelít szellő sárgás porfelhőket kavart az úton. Az asszony mezítelen lábán égési sebek égtelenkedtek. Beszéd közben a meleg homokot sajgó lábához kaparta, hogy fájdalmát enyhítse vele. Szaburov százados nehéz csizmájára pillantott, és önkéntelenül távolabb húzódott kisé az asszonytól. A százados, széles válú, hajlott derekú, egyszerű és szigorú arcú, hatalmas szálember. Az ifjú gorkíra emlékeztetett. Állt némán, és hallgatta az elbeszélést, de tekintete az asszony feje fölött odaszállt, ahol a szélsőházak mellett a pusztán csapatok rakottak ki a vonatból. A pusztaságon túl a napsugarai egy sóstó fehér tükréből verődtek vissza. Az egész táj olyan volt akár a világ vége. Most szeptemberben ez volt Stalingrád előtt az utolsó, s egyben legközelebbi vasútállomás innen tovább a Volga partjáig már gyalog kellett menni. A kisvárost a Sóstó nevéről Eltonnak hívták. Szaburov emlékezetébe ötlött a két helynév. Elton és Baskuncsak. Ahogyan valamikor az iskolában tanulta. Akkor még a két helynév csak földrajzi fogalom volt számára. Most azonban itt van előtte Elton. Alacsony házacskák, por, elhagyott vasúti elágazás. S az asszony egyre csak beszélt, beszélt saját szerencsétlenségéről, s bár Szaburov annyi ilyesmit hallott már, mégis hirtelen összeszorult a szíve. Előzőleg az egyik várost a másik után hagyták maguk mögött. Harkovból Valujkiba, Valujkiból Roszosba, Roszosból Bogucsarba mentek. Asszonyok síránkoztak mindenütt. Ő pedig a szégyenkezés és fáradtság vegyes érzésével hallgatta őket. Itt azonban már a volgán túli végtelen pusztaság, a világ vége terült el előtte, és az asszony szavaiból már nem csak szemrehányás, hanem valósággal kétségbeesés zokogott feléje. És már nem lehetett tovább hatolni sehová sem ezen a pusztán, ahol sok-sok versztányi távolságra nem volt már sem város, sem folyó, nem volt már semmi. Milyen messzire kergettek bennünket, suttogta önkéntelenül, belezsúfolva ebbe a néhány szóba az utóbbi napok és éjszakák minden kimondhatatlan bánatát, amelyet akkor érzett, amikor a vasúti kocsiból a tovasuhanó pusztát nézegette. Nagyon nehéz volt a szíve ebben a pillanatban, de amikor arra a rettenetes távolságra gondolt, amely most a határtól elválasztotta, nem az járt az eszében, hogyan jutott el idáig, hanem azon gondolkodott, hogyan fog majd visszafelé menni. De szomorú gondolatai mélyén is ott makacskodott az a különös hajthatatlanság, amely jellemző minden oroszra, és amely nem engedi meg sem neki, sem társainak, hogy az egész háború folyamán akár csak egyszer is felvillanjon bennük a lehetőség, hogy ez a vissza talán mégsem következik be. De mégis így nem mehetett tovább. Most itt eltomban egyszerre megérezte, hogy itt éppen itt van az a határ, amelyen túlhágni már nem lehet. Nézte a vasúti kocsikból sietősen kirakodó katonákat. Feltámadta szívében a vágy, hogy e poros síkságon átvágva mennél gyorsabban, eléri a volgát. Átkeljen rajta, s egyszer s mindenkorra visszavonhatatlanul érezze, kelet felé már nem lesz átkelés. S az ő személyes sorsát is a város sorsával együtt, a másik parton döntik majd el. És ha a németek elfoglalják a várost, akkor bizonyára ő is meghal. De ha nem tűri, hogy a németek elfoglalják, ez azt jelenti, talán életben marad. És az asszony, aki ott ült előtte a porban, még egyre csak Stalingrádról beszélt, sorolta egyik utcát a másik után, amelyet rommádultak, felgyújtottak a német bombák. Szaburov számára ismeretlenek voltak ezek az utcanevek, de az asszony szemében minden egyes névnek külön jelentősége volt. Tudta, mikor épültek a most felperzselt házak, mikor ültették a fákat, amelyeket most kidöntöttek, hogy barikádokat emeljenek belőle. Fájt a szíve mindegyikért, mintha nem valami nagyvárosról, hanem tulajdonházáról volna szó, amelyben elpusztultak és elhambadtak a neki annyira ismerős, megsiratott drága holmik. Saját házáról azonban egy szót sem ejtett, és Szaburov, amíg hallgatta, azon töprengett, hogy az egész háború alatt alig találkozott olyan valakivel, aki saját elpusztult értékeit síratta volna s mennél inkább elhúzódott a háború, annál ritkábban gondoltak az emberek saját elhagyott otthonukra, viszont annál gyakrabban emlegették, hajthatatlan makadsággal a maguk mögött hagyott városokat. Az asszony kendője sarkával megtörölte könnyes szemét. Hosszú, kérdő pillantással mérte végig hallgatóit, aztán elgondolkozva és mély meggyőződéssel mondta. Mennyi pénz és mennyi munka? Miféle munka? kérdezte valaki, aki nem fogta fel mindjárt, mire is gondol az asszony. Újra felépíteni mindent, adta meg az egyszerű magyarázatot az asszony. Szaburov az asszony saját körülményeiről kérdezte. Az asszony elmondta, hogy két fia már rég kiment a frontra. Az egyik elesett férje és lánya meg valószínűleg Stalingrádban maradt. Amikor megkezdődtek a bombázások és kitört a tűzvész, nem voltak együtt, s azóta semmit sem hallott róluk. Stalingrádba igyekszik? kérdezte aztán a századostól. Igen, hangzott a válasz. Szaburov útja célját nem tekintette katonai titoknak, mert hiszen a katonavonat miért is lakodott volna ki itt, ebben az Istenháta mögötti városkában, ha nem azért, hogy Stalingrádba menjenek. A nevünk Klimenko, férjem Iván Vasiljevics Klimenko, a lányomat meg ányának hívják. Talán találkozik velük valahol az életben tette hozzá az asszony, s valami halvány remény csendült a hangjában. Nem lehetetlen, hangzott a szokványos válasz, és Szaburov közben arra gondolt, valóban megtörténhet, hogy találkozik velük. Háborús időkben nem egyszer történnek, egészen különös véletlenek, amelyek máskor szinte teljesen lehetetlennek látszanak. Az ászlóaj befejezte a kirakodást. Szaburov elköszönt az asszonytól ivott egy csupor vizet a vödörből, amelyet a katonák számára tettek ki az utcára, azután megindult a vasúti töltés felé. A katonák a sineken ültek, levetették csizmájukat, kapcájukat tekergették. Néhányan kenyeret meg száraz kolbászt tettek, amit a reggel kiadott élelemből tettek félre. Az ászlóajon végigfutott az a katonahír, hír, amely ezúttal is, mint mindig, igaznak bizonyult, hogy a kirakodás után azonnal menet következik, ezért mindenki igyekezett ügyes bajos dolgait elintézni. Ettek, szakadt zubbonyukat varrogatták, vagy tétlenül cigarettáztak. Szaburov megindult az állomás felé a simpár mentén. A vonatnak, amelyen Babcsenko ezret parancsnok jött, bármelyik pillanatban meg kellett érkeznie. Csak azután dőlhetett el. Szaburov zászlóalja megindul e Stalingrád felé anélkül, hogy bevárná többi zászlóaljat, vagy pedig éjszakai pihenőt tart, hogy aztán kora reggel kerekedjék fel az egész ezreddel együtt. Szaburovas sínek mellett haladt, a katonákat nézegette, akikkel holnap után harcba megy. Sokuk arcát ismerte, s a nevüket is tudta. A Voronyezsiekét, így nevezte bizalmasan azokat, akik már Voronyezsnél együtt harcoltak vele. Becses volt minden egyes személy. A kapott parancshoz egyiküknek sem kellett fölös magyarázat. Tudták, hogy a repülőgépről ledobott bombák mikor zuhannak egyenesen rájuk. Egérezték, mikor kell a földre vetniük magukat. Előre kiszámították, hogy a bombák majd tőlük messze esnek le, s így nyugodtan figyelhetik a becsapódásukat. Tudták, hogy aknavető tűz alatt az előre kúszás nem veszélyesebb, mint helyben maradni, a földhöz lapulva. Tudták, hogy a harckocsik leginkább éppen azokat tapossák el, akik menekülnek előlük, s hogy a német géppisztolyos, aki 200 méterről lövöldöz rájuk, sokkal inkább ijeszteni akarja őket semmit leteríteni. Egy szóval ismerték mindazokat az egyszerű, de nagy és sokszor életet mentő katonai igazságokat, amelyek azt a meggyőződést öntötték beléjük, hogy velük, velük nem egy könnyű elbánni. Ilyen katonákból telt ki az ászló egy harmada. A többiek még csak ezután szagolnak először puskaport. Egy vasúti kocsi mellett idős katona állt, őrizte az anyagot, amelyet még nem raktak át autókra gárdistára emlékeztető egyenes tartása, tömött vörös bajsza, amelynek két hegye, mint a dárda merett az égnek, már messziről magára vonta Szaburov figyelmét. Amikor Szaburov hozzálépett, kemény vigyázva merevedett, spillarebben és nélkül nézett szembe a századossal. Ahogyan ott állt, ahogyan derék meghúzta, ahogyan puskáját tartotta, a százados tüstén meglátta benne a tapasztalt katonát, akit hosszú szolgálati évek neveltek azzá. Szaburov emlékezett majdnem minden harcosának arcára, aki még a hadosztály átszervezése előtt Voronyesnél vele együtt harcolt. Ezt a vörös katonát azonban nem ismerte. Neve? kérdezte a százados. Konyukov? válaszolta keményen a katona, és tekintete rebbenés nélkül merett ismét a százados szemébe. Volt már harcban? Igenis. Hol? Peremisnél. Úgy. Szóval egyenest Peremistől van visszavonulóban? Egyáltalán nem. Támadtunk. Szaburov rácsodálkozott. Mikor? Tavaly? Nem. 1916-ban. Aha, értem. Szaburov figyelmesen szemügyre vette Konyukovot. A katona arca komoly, csak nem ünnepélyes kifejezésű volt. S ebben a háborúban már régóta szolgál? kérdezte. Nem, egy hónapja. Még egyszer végigmérte Konyukov tagba szakadt alakját, és megelégedetten ment tovább. Az utolsó vasúti kocsinál ott találta segédtisztjét, Maszlenyikov hadnagyot, aki a kirakodást intézte. Maszlenyikov jelentette, hogy a kirakodást öt perc múlva befejezik. Aztán rápillantott négyszegletes karórájára, és megkérdezte. Megengedi százados elvtárs, hogy az önéhez igazítsam? Szaburov szótlanul húzta elő zsebéből óráját, biztosító biztosítótű erősített szíjához. Maszlenyikov, akinek órája öt percet késett, gyanakodva nézte Szaburov ósdi, repett üvegű ezüst óráját. Szaburov elmosolyodott. Ne nézze, igazítsa csak hozzá. Először is, ez az óra még apámról maradt rám. Másodszor pedig szokja meg, hogy háborúban mindig a feljebb való órája mutatja a pontos időt. Maszlenyikov még egyszer rápillantott mind a két órára. A századoséhoz igazította a magáét tisztelegve sapkájához emelte a kezét, s engedélyt kért, hogy dolga után nézhessen. Maszlenyikov számára az utazás ezen a vonaton, amelyen ő volt a szállítmány parancsnoka, meg a kirakodás, az első harc feladatot jelentette. Itt Eltonban szinte érezte a front szelének fújdogálását. Izgatott volt. Ínyén a háború íze, amelybe úgy vélte, szégyenletes későn került bele. Mindent, amivel Szaburov ma megbízta, aprólékos pontossággal és gondosan teljesített. Rendben van, távozhat, szól Szaburov pillanatnyi hallgatás után. Amint rátekintett erre a rózsás, eleven fiús arcra, nyugtalanítóan villant föl benne, milyen lesz majd ez az arc egy hét múlva, amikor majd a piszkos, kimerítő, kíméletlen lövészárok élet egész súlyával nehezedik rá. Egy pöfögő kis mozdony végre bevonszolta a régen várt második szerelvényt a mellékvágányra. A vonat még meg sem állt, amikor az egyik személykocsi lépcsőjéről sebben lobbal, mint mindig, leugrott Babcsenko a lezredes, az ezred parancsnoka. Ugrás közben megrándította a lábát, káromkodott egyet, s az elébe siető Szaburov felé fordult. – Mi van a kirakodással? – kérdezte komoran, tekintete kerülte Szaburov arcát. – Befejeztük. Babcsenko körül pillantott. A kirakodás már valóban megtörtént. Babcsankó azonban kötelességének tartotta, hogy magatartása komor, s hangja szigorú legyen, ha alárendeltjeihez szól, és ezért szükségesnek vélte, hogy a tekinték kedvéért valami megjegyzést tegyen. Most mivel foglalkoznak, pattota? Parancsát várom. Inkább enni adatot volna az embereknek ahelyett, hogy itt vár. Úgy határoztam, hogy ha mindjárt elindulunk, az, az embereknek az első pihenőn adatok enni. Ha azonban itt éjszakázunk, akkor egy órán belül meleg vacsorát kapnak, válaszolta Szaburov, szokása szerint lassan nyújtva szólt, azzal a nyugodt megfontoltsággal, amit az örökké siető Babcsánkó különösképpen nem szeretett benne. Az alezredes elhallgatott. – Parancsolja, hogy kiadassam a vacsorát? – kérdezte Szaburov. – Nem, vacsoráztasson az első pihenőn. Induljon, ne várja meg a többieket. Adjon parancsot sorakozóra. Szaburov magához intette Maszlenyikovot, s elrendelte a sorakozót. Babčenko komoran hallgatott. Megszokta, hogy mindent maga intézzen, és talán éppen ezért állandóan nyakig volt a munkában. Folyton sietett, de nem mindig ért célhoz. Tulajdonképpen az ászlói parancsnok nem köteles maga sorakoztatni a menetoszlopot. Az alezredest azonban mégis bosszantotta, hogy Szaburov másra bízta, aga pedig nyugodtan, tétlenül ott áldogált mellette, ezred parancsnoka mellett. Babcsánkó szerette, ha jelenlétében alárendeltjei sürögnek, forognak, ide-oda rohannak. De a higgadt Szaburovtól ilyesmit eddig hiába várt. Megfordult, s a felsorakozó menetaszlopot szemlélgette. Szaburov nem mozdult. Tudta, hogy az ezret parancsnok nem kedveli valami túlságosan, de már megszokta. Nem vette nagyon a szívére. Csak nem egy percig álltak ott mindketten szótlanul. Egyszerre csak Babcsenko, még mindig háttal Szaburovnak, de már egészen más hangon, tegezve, hirtelen kerekedő dűvel és felháborodással kiáltotta. Oda néz, mit műveltek velük azok a bitangok? Mellettük a sineken botladozva, hosszú sorban vonultak a sebesültek, rongyosan kimerülten, porton szürke kötésekkel sztálingrádi menekültek. Mindketten akaratlanul is arra felé pillantottak, amerre az ezrednek haladnia kellett. Ott is minden olyan, mint itt. Messze előttük kopár pusztaság és csak por, amely füstként gomolyog az égnek. Gyülekező ribajcsében, erőltetett menet, rendeljen ki összekötőket hozzám, mondta Babcsenko, s arca újra komor volt, mint az imént. Sarkon fordult, és a kocsi a felé indult. Szaburov kiment az útra. A századok már felsorakoztak. Pihenyben várták a parancsot az indulásra. Halkan beszélgettek. Szaburov elhaladt a második század mellett. Újra megpillantotta a vörös bajszú Konyukovot, éppen nagy élénken hadonászva magyarázott valamit. Szaburov közelebb lépett. – Miért jobb, ha támadunk, mintha visszavonulunk, no? – kérdezte Konyukov. – Hát azért, mert ha keletről nyugat felé még, méghozzá nappal, amikor meleg van. A jó kis napocska a hátadat siti, este pedig, amikor már hűvös van, az arcodba sit. Úgy ám, annak rendje módja szerint. S a golyók is úgy repülnek, annak rendje és módja szerint? kérdezte valaki gúnyosan. Szaburov tovább lépett, s a menetoszlop élére állt. Zászlóaj, az én vezény szavamra! Zászlóaj, indulj! Az oszlop megmozdult, Szaburov legelő. Előtte a távolban a por, amely ott kavargott a pusztaság fölött. Megint gomolygó füstnek látszott. Bár az is lehet, hogy valóban égett a puszta.